A Magyar-Kínai Baráti Társaság Kína most is közel elnevezésű különleges fotóalbum pályázata a beküldött anyagok számában és sokszínűségében is felülmúlta az előzetes várakozásokat. A fotók Kína ihlette utazásokat, csodálatos tájakat, épületeket, kínai embereket, élményeket elevenítenek fel, izgalmas és érdekes életsorsokat, magyar és kínai vonatkozású közös történeteket mutatnak meg. Kína mindannyiunk számára mást jelent. Bennünket, akik itt vagyunk, valahol megérintett. Mindegy, hogy turistaként, diákként utaztunk Kínába, a munkánk, hivatásunk, vagy netán a szerelem vitt oda, maradandó élményeket hordozunk magunkban azóta is. Az MKBT célja a pályázattal és a kiállítással az volt, hogy személyes történetekkel, képekkel közelebb hozzuk Kínát ebben a sajátos, embert próbáló időszakban, amikor a személyes találkozásokra kevesebb lehetőségünk van. Csodás utazásra invitálnak a fotók, bepillantást engednek a sokszínű Kínába. Zsűri tagként volt szerencsém részt venni a Magyar-Kínai Baráti Társaság, illetve a Szegedi Tudományi Egyetem Konfuciusz Intézetének a fotó pályázatának a bírálatában, és a zsűri tagként több ezer fényképet volt alkalmam megnézni. A fényképeknek a nézegetése megint előhívta bennem azt a régi élményt, hogy milyen hihetetlenül, végtelenül nagy és sokszínű Kína. Ugye többször előfordult képcímekben, történetcímekben az ezer arcú Kína kifejezés, ez már-már közhelyé lett koptatva, de hát a képeket megnézve egyértelműen Kínának nem ezer arca van, hanem inkább több tízezer, vagy millió, vagy akár milliárd arca. Amikor az ember Kínával foglalkozik, akkor gyakran eszébe jut ez a régi indiai tanmese, miszerint egy király hivat három vak bölcset, hogy mondják meg neki, hogy milyen az elefánt, mi az az elefánt, és előhozott egy elefánt is, és akkor a vak bölcsek elkezdik tapogatni az állatot, és hát amelyik a lábát fogja, az azt mondja, hogy az elefánt az egy oszlop, amelyik a farkát tapintja, az azt mondja, hogy az elefánt az egy kötél, amelyik az ormányát fogja, az azt mondja, hogy az elefánt az egy cső. Most Kínával így van az ember, hogy akármelyik oldalát nézi, és megpróbálja megállapítani, hogy hát Kína ez, Kína ilyen, Kína az, akkor biztos, hogy tévedésbe esik, mint a vakbőrs, mert Kína sokkal nagyobb annál, hogy ilyen egyszerű módon egy-két tapintással, vagy akár egy életnyi tapogatással, meg megfigyeléssel definiálni lehessen. Én azt gondolom, hogy ezeknek a képeknek a nézegetése közben talán egy picit közelebb jutottam ahhoz, hogy Kínát jobban megértsem, és mondjuk ne csak egyik vakbősnek a szempontjait lássam, hanem két-három vakbősnyi tudást össze tudjak hozni Kínával kapcsolatban. Megszólítottunk alkotókat, akik elmondják, mit és miért fotóztak. Mi az, amit meg akarnak mutatni fotóikkal, s mit jelent nekik Kína? Először a kínai vers és regényfordításokban ismerkedtem meg a kínai kultúrával, és akkor döntöttem úgy, hogy jó volna talán eredetiben is olvasni ezeket. Annak idején az ELTE-n volt az egyetlen kínai szaktalán, és 95-ben már ösztöndíjjal érkezőben is voltunk Kína felé. Nagy élmény volt. Akkor a maitól teljesen eltérő Nagy Kínába belecsöppenni, és most már a kultúrán kívül a családom is ide fűz. Sokat változott Kína az első összetalálkozásunk óta, erősebb és magabiztosabb ország lett. Nem kell mondani, mennyire lendületesen fejlődik, és a világ három legerősebb országai közé sorolható. Minden természetesen jó érzéssel tölti el a kínai emberek nemzeti önérzetét, azzal a mellékhatással, hogy a társadalom sokkal feszültebb és nyugtalanabb lett, mint a 90-es évek közepén. Ez a feszültség abban is érződik, amikor egyszer hülye amerikainak szólítottak, de az ilyen ritka, és általában a kínai emberek nagyon vendégszeretők. Minden fényképen megjelennek a személyes vonatkozások, gondolatok, álmok is. Jól jellemzi ezt az alkotók válasza arra a kérdésre, hogy melyik fotó áll hozzájuk a legközelebb. Amit a Wuton kolostornál készítettem, mert hogy nagyon-nagyon régi álmom volt, hogy eljussak egyszer valaha az életbe ide a kolostorhoz, és mikor ez a kép készült, már másodszor voltam, úgyhogy sikerült is túlteljesíteni, de még remélem, hogy fogok néhányszor menni. A szervezők által kiválasztott három fotón közül egyértelműen a sárkánya ünnepi betárdázásához hozzám a legközelebb. Nem csak azért, mert az éppen felrobbanó, a kép minden irányába szana szétrepülő petárdák
megmutatnak egy nagyon jól elkapott pillanatot, hanem azért is, mert a dél-kínai falusi tradicionális sárkányhajó fesztivál egyik elmaradhatatlan elemét mutatják meg, ezt a hajóban végzett petárdázást. Számomra a legkedvesebb fotó, ami a hátam mögött is látszik, ahol egy útszélén álló ember próbál átjutni a forgalom túlsó felére. Nekem nagyon nagy élmény volt, hogy akkora tömeggel találkoztam, ami egy kisvárosban élő, egy kis településen élő embernek elképzelhetetlen, és mégis azt láttam, hogy a kínaiak vigyáznak egymásra. Kína sokszínű és sokoldalú, ezerarcú. Mindenkinek más szó vagy kifejezés jut eszébe, ami számára Kínát jellemzi. Az egyik a finom konyha, harcművészetek és hagyományok. Három olyan szó, ami számomra legjobban Kínát jelképezi, a hatalmas, a tömeg és az ősi. Mikor ott jártunk, akkor hatalmas tömeggel találkoztunk. Maga a Kínában megtett repülőút volt több mint 2,5 óra, és olyan csodálatos ősi helyeken jártunk, ahol már az ezredfordulón az fordult meg a kínaiaknak a fejében, hogy létrehozzanak egy parkot, ahol Buddhával lehet találkozni. Számomra Kína elsősorban az ott élő embereket, a sokféle színes nemzetiséget és a különleges tájokat jelenti. Maradandó, furcsa és meghökkentő élmények is gazdagítják azt a Kína képet, amit magunkban hordozunk. A legmaradandóbb élmény számomra a 30 év alatt megismert emberek, barátságok, szerelmek jelentik. Nekik nem kis szerepük van abban, ahogy én a világot, illetve Kínát látom. Hát valószínűleg az, amikor kutyát ettünk, és a pincérek azt hitték, hogy biztos nem merjük megkóstolni, és először csirkehúst hoztak, aztán mutattuk, hogy nem abból kérünk, ami ott lógott a kampon kantonba. Úgyhogy végül is ez volt ugye a legmeghökkentőbb, meg a nézőknek is gondolom ez a legmeghökkentőbb. Abban az időben Kanton még nagyon más volt, ez 1990-ben volt, akkor még sehol nem volt ahhoz a mai világvároshoz képest, és kimoltunk az állatpiacon, ami egy elképesztően érdekes és nyomasztó is egyben európai szemmel, és ott mellette volt egy kis vendéglő, ahol ilyen kampókon lógtak sült kutyák, és mivel mi úgy voltunk, hogy minden helyi dolgot megkóstolunk, ezért itt teljesen előítéletektől mentesen kértünk belőle. Egy régi templom udvarán fényképeztem, mikor egy idős néni odaszaladt hozzám és elkezdte simogatni pocakomat, és számomra érthetetlen kínai nyelven valamit mondott. És utitársaim mondták, hogy hát hasonlítottam boldog Buddhához a szép nagy pocakommal, és ez a kínai kultúrában a gazdagságnak, a szerencsének a jelképe, tehát néni önmagának is kívánt boldogságot és szerencsét ezzel, hogy az én pocakomat megsimogatta. Ha Kínát hatalmas országként jellemezzük, ez azt is jelenti, hogy földrajzilag is kifogyhatatlan fotós élmények várják a felfedező kedvűeket. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ha az alkotóink választhatnának egy tetszés szerinti helyet Kínában fotózásra, vajon mi lenne az? Valószínűleg Yunnan lenne, így szerintem az egyik legfestőibb tartomány, és ott még nem jártam, és nagyon szeretnék oda eljutni. Tietjao egy kis falu Fósánban, ahol egy különleges sárkányhajó versenyt rendeznek évente egyszer. Itt még nem jártam. A buddhizmus mellett három további vallás Szenthegyénél, a Kailásnál sem. A Himalájában, az indiai-nepáli hármas határnál van ez a hegy. Meru, illetve Kang Rinpoche néven is ismerik. A csúcsát egy 52 km hosszan kanyargó gyalogösvényen lehet körbejárni, tengerszint feletti 4600 és 5600 méter közötti magasságban. Ezt az arándokutat hívják a buddhisták korának. Ide nem csak a földrajzi nehézségek, hanem a látogatószám limitáltsága miatt is nehéz eljutni. Ugyanígy tervezem, hogy egyszer eljussak a Miao nemzetiség, azaz a mongok Qingshui folyón rendezett különleges sárkányhajó fesztiváljára egyszer. Ha lehetőségem lenne választani, hogy hova szeretnék elmenni Kínába,
mindenképpen belső Mongólia és Tibetet választanám, valamint még nagyon érdekelne az ujgurok vidéke. Mindegyik tájegységben megőrződött az ősi archaikus kultúra, ami a fotográfusi világomnak egyik meghatározó része. Lenyűgöző pillanatokat örökítenek meg a fotók Kína mindennapi életéből, lélegzetelállító tájairól. Mindenkiben ott van egy saját, személyes Kína történet, hiszen mindenkinek mást és mást jelent ez a távoli ország. Ha három mondattal kellene jellemeznem Kínát, akkor azt mondanám, hogy Konfúciusz és Lao Tse, ők lennének az elsők. A második Cao Sui Chin, a Vörösszoba álma című nagy regénye, a harmadik a Shanghai torony, felhőkarcoló, 632 méteres magasságával Kínában az első, a világon pedig a második legmagasabb épület. De Kína mind területi, mind történelmi kiterjedése óriási, és ezek csupán csepek a tengerben. A Magyar Fotóművészek Szövetségének egy delegációjával jutottam ki Kínába, a Kínai Fotóművészek Szövetségének meghívására, és így olyan lehetőségekhez jutottunk fotósokként, ami átlag halandónak talán soha nem adatik meg, és számomra Kína egy nagyon nagy élmény volt, ahova bármikor, bármikor szívesen visszamennék. 16 éves koromtól érdekelt a kínai kultúra, illetve a nyelv, és 20 éves korom előtt sikerült is már eljutnom Kínába. Az azóta eltelt 30 évben 7 kínai témájú fotókiállítást rendeztem, Magyarország mellett Csehországban, illetve Kínában is. Emellett írtam egy útikönyvet Pekingről, aminek a fotóanyagát is én készítettem. A legfontosabb kapocs számomra az ott eltöltött 17 év, és ezeknek a mindennapjai. Ennyi év után talán már nyugodtan mondhatom, hogy Kína második otthonom lett. Személyes élményeinken túl gyökereink is meghatározóak abban, hogyan éljük meg, hogyha belecsöppenünk egy másik kultúrába. Ezek a hatások nem csak azokat a magyarokat érintik, akiket a kínai élmények és tapasztalatok gazdagítottak, hanem azokat a kínai barátainkat is, akik Magyarországon csöppentek bele egy másik kultúrába. Mindezek az életutak és a hozzájuk kapcsolódó történetek térben és időben is meghatározzák azt, hogyan tekintünk egymásra, miként tudjuk közelebb hozni egymáshoz a két kultúrát. Kedves barátaim, csak utólag derült ki, hogy ezen pályázaton talán én vagyok a fehér holó, mivel mindenki saját fotókat küldött be, én pedig olyanokat, amit közül egyetlen se én csináltam. És azért tettem így, mert a pályázat címe ez volt, Kína most is közel. Mivel én kínai vagyok, ezért szeretem volna még kínaiasabb szemszögből közelebb hozni benneteket Kínához. A családomon és saját magamon keresztül száz évet átfogva. Ez a száz év elég viharos évszázad volt Kína számára. A császárkortól az új Kínáig, a kulturális forradalomtól a nyitáson át a mai napig. Egy átlagos emberben is mély nyomot hagyott. A kínai azt mondja, hogy ha a történelem egyetlen egy porszeme a fejünkre esik, az nekünk már egy hegy súlyát jelenti. Az én fotóim nem csak egy hosszú idő utazásnak tekinthető, hanem térben is összeköti két országot. Amikor idejöttem, 26 éves voltam, és most már 30 éve élek itt. Tehát magam is egy élő bizonyíték vagyok. Egyre többet tudunk Magyarországon is Kínáról, de még mindig sok az ismeretlen és a tévhit erről a távoli országról. Az alkotók képesek arra, hogy fotóik és történeteik erejével elmondják, amit Kínával kapcsolatban fontosnak tartanak megmutatni, megosztani másokkal. Számomra Kína a kettősségek országa. Jelen van a 21. század legmodernebb technikája és legmodernebb világa,
s ugyanakkor még élnek a hagyományos több évszázados archaikus életformák is, azt gondolom, hogy egy kisebb kontinensi méretű országban ez természetes, és számomra ez tette nagyon vonzóvá és izgalmassá Kínát. Fontosnak tartom megmutatni, hogy Kínában ugyanolyan emberek élnek, és ott is igaz, hogy a nagyvárosok a világon szinte már mindenhol egyformák, ezért lényegesnek tartom, hogy emellett letérjünk ezekről a kitaposott turista ösvényekről is. Szerintem leginkább azt, hogy amit itt olvasnak az újságban, vagy a tévében látnak, azt nem mind higgyék el, hanem menjenek ki, személyesen győződjenek meg, hogy nem pont olyan Kína, mint ahogy itt lefestik. Annál sokkal izgalmasabb és sokkal érdekesebb. Ha Kína tájairól volna szó, akkor számomra kitörölhetetlen élményt a Csinghái hegyek nyújtottak. Olyan érzés volt ott fényképezni, mint amikor az ember valóban megtapasztalja, hogy az anyatermészet bármikor elnyelheti, vagy éppen szépségével kecsegteti. Egyes egyedül lenni az ilyen mindenható természettel, és közben Lao Tse gondolatai merülnek fel, miként csak az egy létezik örökkön örökké, melyet belőlünk hamvadékokból csömöszöl össze az, aminek nincsen neve.